Jó reggelt! Jó reggelt! Jobbra számítunk. Az apukát megnézzük. Figyelj, mit kell? Lehet, hogy te nem veszel feleségül senki, de engem feleségül vett. Ja, tényleg? Jó, csak Gucci azóta ezt mondja, hogy ez volt a legnagyobb hibája. Lehet, de megcsinálta. Okay. Beszéljünk arról, Kucsera Gábor egy nagyon fes, nagyon magas, nagyon jókes, nagyon jóképű ember. Ez veszélyes azért, nem? Egy nő számára. Ne is mondani, ha megismertem egy jó 10 éve, azért gondolkodtam rajta, hogy hú, kell ez nekem? Hogy... Most gondolkodtál, vagy egyébként nem gondolkodtál? Hát, azért, hogy jelentsük ki. Amikor lilaköd volt, akkor sokat nem gondolkodtam, de azért... A lilát azt felejtsd el, mert szerintem a kucsis meg fog érte sértődni. De először azért benne van az emberben az, nem, hogy vajon most ő ezt komolyan gondolja, mármint a közeledést, vagy... De miért csak egy azért, mert több ezer nőnek tetszett akkor is, hát, meg nyilván most is, tehát, hogy akkor miért pont te tetszel neki? Miért pont te? Mondjuk erre meg kéne kérdezni, nem tudjuk telefonon kapcsolni kucsit, hogy miért pont a Szabina? Annó, akkor az edzőtáborban. Nem hát volt más, csak... gondolom. Figyelj, keményen tudja fogni, ennyi. Nem, szerintem egyébként egy ilyen edzőtábort el tudok képzelni, hogy ahol mondjuk vannak lányok, meg vannak fiúk, és ha nincs más lány, akkor azok közül a legjobbat kiválasztod. Jaj, de rendes vagy, Krisztián, de magadból indulsz ki megint. Nem igaz, én már nem járok edzőtáborba. No, de aztán csak meggyőzted magad, illetve ő meggyőzött téged, hogy a szándékai komolyak. Igen, igen. Egyébként tényleg, ha az a kérdés, hogy mennyire nehéz mellette... Az a kérdés. Mellette, azért az én egómat az kellett növelni. Tehát, hogy tényleg úgy láttad mindig, hogy na, így nézik a... Igen, én azért elég szerény kislány voltam. Hát már nem, de a férjem mellett megerősödtem tényleg, hogy igenis el kellett fogadnom magamat, hogy tisztában legyek azzal, hogy én is egy helyes csaj vagyok. De hát egy szép nő vagy. Igen. Te helyesnek mondanád magad? Igen, én most már ezt kimerem mondani. Tehát, de helyes, nem vagy szép, azt mondod? De azt is kimerem mondani, hogy csinos vagyok és szép vagyok. Én kimerem már. De annó, amikor megismertem, akkor ez egy kicsit ilyen szerényebb típus voltam. Egy nő sem tudja kimondani magára, hogy szép vagyok, szerintem. Mm-hmm. És akkor barátnők egymás között akkor sem mondják, hogy figyelj. Egymásnak mondják, hogy szép vagy, de magadról sosem mondod azt, hogy szép vagy. Maximum tisztában vagy azzal, hogy jól nézel ki, meg van egy magabiztosságod, mm-hmm. Az egyébként szebbé is tesz, tehát én azt úgy érzem is magamon. Igen, hát hogyha viszonylag rossz a külső, akkor legalább a belsőt tegyük ki, nem? Szabina. Jó van, Krista, van nyáron még nem ezt mondtad, de mindegy. Jó csaj vagy. Mindig más pont. Mindig kevergezd inkább, majd én beszélgetek azon. Igen, beszélgessetek, nézzetek. Nagyon jól áll egyébként a kezedbe, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Hát ott ugyanúgy, mint a férjed, igazából mi már háztartásbeliek is vagyunk. HTB, figyelj. HTB, de tényleg. Hát a Szabina is óriási bajban lenne, hogyha a Kucsi nem lenne ennyire otthonos, otthon szerető. Igen, nagyon rendesen. És ő is így elkevergeti egyébként a palacsintát. Figyelj, a konyhában azért annyira nem mozog, meg azt mondja, hogy azért az a nő feladata, de egyébként így a háztartásban maximálisan. De akkor mit csináltok így a konyhában? Áthívtok a szomszédnőt, hogy jöjjön át a konyhába? Néha szoktam kotyvasztani valamit, néha főzök. Egyébként a múltkor pont megkaptam tőle, hogy régen rengeteget főztem, és hogy mennyire szerette a főztemet, és most már elkényelmesedtem, úgyhogy olyat kaptam a fejemre, hogy minden nap főztem. Mondom, még egyszer, nekem a férjem ne vesse a szememre, hogy nem főzök. Úgyhogy elkezdtem. Milyen furcsa ez a szádból, hogy a férjed. Szoktátok egymást egyébként úgy hívni, hogy a feleségem vagy a férjem? Egymásnak nem, de én szoktam őt úgy nevezni, hogy most, ha így beszélgettünk, hogy a férjem. Igen. Hol van a gyűrűd? Az egy jó kérdés. Beleragadt a tésztába. Csak kérdezem, hogy... Figyelj, az igazság, elmondom a sztorit róla. Én, hogyha végre megnősül, én büszkén hordanám. Te biztos minden nap hordanám. Na, elmondom a sztorit. Az a lényeg, hogy ugye, amikor összeházasodtunk, mind a ketten sportoltunk, és megállapodtunk abban, hogy nem hordjuk minden nap, mert most azért egy öltözőbe elhagyni egy olyan gyűrűt, ami nekünk van, az nem annyira. Jó, ezt nagyon kellemes, jó kimozogtam, Kucsi, igen. Nem, ő többet hordja el, mint én. Ezért ünnepnapokon. Ezért igen, hogyha megjelenünk valahol, akkor felvesszük. Hát igen, most nincs rajta. Karácsonynak volt. Istenem. Korán keltem, gyereket óviba vittem, a tiéd is jól van. Igen, látod, találkoztatok? Szabina, azt mondd meg, hogy a mai napig egyébként, ha sétáltok együtt az utcán, akkor látod a csajokat, ahogy megbámulják? Szokták nézni, igen? Őt is, szerintem engem is, mert azért ugye egy ismert páros vagyunk, de legtöbbször egyébként én szoktam neki szólni, hogy nézd már, milyen jó az a csaj. Tehát nálunk ez így működik. Nem lehet nekem is sétálni akkor? Ők itt sutyiban nézik meg a csajokat, észre se veszed? De nem, meg se nézzük, De biztos, hogy megnézi, de én nagyon általában ritkán szólok neki, hogy na, nézd már ezt a csajt, és azt nem veszi észre, mert általában különböző az ízlésünk, tehát hogy én női szemmel nekem, én más nőre mondom azt, hogy helyes, mint a férjem.
Igazából szerintem a telefonszáma hamarabb átjön egy nőnek, mint a személyisége. Na hát azt imádom, igen. Na mit csinálsz azokkal az üzenetekkel, telefonszámokkal? Semmi, nálunk ez tabu téma. Esetlegesen olyan képüzenetekkel, amik mondjuk megérkeznek az ő telefonjára? Miért érkeznének meg? Mert ez egy köztudott dolog. Mert ő megint magából indul ki, tehát ő tudja, hogy miket kap. De egyébként nálunk ez egy óriási tabu téma, tehát hogy én így nem érinthetem meg a telefonját. Helyes. Ez nálunk engem is megle... Figyelj, én meglettem nevelve, Az elején kell volt... a gyereket meg Az elején voltak próbálkozások, tehát azért nyomozgattam, de aztán utána lett ez az érintő, vagy milyen új lenyomatos telefon, onnantól kezdve, meg egyébként is. Tehát így... van még kóddal is be lehet lépni abba. Tudom, de mindegy, fölöslegesen nem idegesíti magát az ember. Te vagy akkor már a hírhet Karambó felesége. Csak engem lehet látni. Úgyhogy nem szoktam ezzel foglalkozni. Én azt gondolom erről egyébként, hogyha ad rá okot valaki és flörtöljenek vele, akkor a flört az belefér az egész cég. Hát neked. Miért? Én is flörtölök az Anettal, bárkivel. Egyet mond a férjem mindig, hogyha a nő flörtöl valakivel. Belefér, hát figyelj, tíz hogy év ha, után. Ha Pami mondjuk így elkezdene egy szórakozó ilyen kacsingatni egy srácra. Most nem kacsingatásra van szó, de azt gondolom, hogy nektek is jól esik, hogyha egy idegen férfi, tehát nem a házastársad mondjuk megdicsér. Jó lesz, van egy bizonyos persze, szín, csak hát ennyi. Azon nem kell átesni. Egy bók ez a szín. Na hát én erre gondoltam, de hívhatod bóknak, én flörtnek hívtam. Ja. Na mindegy, szóval szerintem azért az ember azt tud egy határt szabni, ahogy ti is mondtátok, hogy... Szerintem, ahogy én úgy, szerintem a kucsi is állandóan megszabja ezeket a határokat. Miért nem így van? De. Volt már egyébként az elmúlt pár évben köztetek egy olyan jellegű vita, vagy nagyobb harc, vagy mondjuk féltékeny voltál, vagy mondjuk lebukott, hogy beszélgetett egy olyan hölgyel, akivel nem kellett volna? Olyan féltékenységű gíróhamom az nem volt. De azért rólad közölt, hogy nagyon hangos vagy. Nagyon hangos. Uh-huh. Én is, figyelj, nálunk van egy olyan megállapodás, hogy nekem is van sok fiú barátom, tehát na, a beszélgetés... Na mesélj róluk! Kik ezek a fiú barátaid? Tehát a beszélgetés az abszolút belefér, tehát most ha ő beszélget egy nővel, én nem fogok oda menni és kitépni a csajnak jó, a haját, hogy most a buliba miért beszélget vele. Jó, csak Szabina, minden így kezdődik. Szóval legyen figyelmesebb, azt mondod, de túl ezen fogom a férjemet. Ne menjetek bele. Hát legyen figyelmesebb, mint hogy azt gondolom, a kucsinak is figyelmesen kell figyelni, kikkel beszélget. Jók a megérzéseim, szóval azt azért szerintem egy nő mindig tudja, van, hogyha... Van egy nőnek radarja. Van-e vaj a füle mögött a kis férjének? Hát, én kiállok nagyon kucsiért. Nagyon sok a vaj a füle mögött. Nem, én kiállok. Igen, most rengeteg, mivel most itt nagyon. Van ez a tár. Szabina, vigyázz kucsira, jó? Én meg majd vigyázok rád. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok.